második lettem, de ugyanígy a csapattársam meg első lett. Büszkén mesél legutóbbi versenyéről a mindössze 7 éves Tolnai Rohr Luca. A fiatal sportoló március 8-án szerezte meg idei első érmét ritmikus sportgimnasztikából. Pécsen volt, ott második lettem, és szabad gyakorlattal mentünk. Az mit jelent, mit kellett csinálni? Hát, hogy semmi szerrel, meg ilyenekkel nem is, csak így egyedül. A koronavírus miatt most nem tartanak versenyeket, a korábban modern táncban is országos bajnok lány ezért otthonról edz a tanárával interneten keresztül. Luca edzője azt mondja, nem könnyű egy ilyen idős gyerekkel a világhálón keresztül foglalkozni, de annyira elhivatott fiatalt ritkán lát, mint a tolnai lány, ezért a felkészülés még a mostani helyzetben sem esik igazán nehezükre. Lucával igazából már szerintem 3 éve találkoztam, amikor még a Paksi Sportegyesületben tornázott, de akkor még csak nagyon picike volt, ilyen 5 éves, de akkor is már rendkívül lelkes volt. Aztán, hogy sikerült Tolnára kihozni a ritmikus gimnasztikát szakosztályként, akkor ő is átigazolt igazából ebbe az egyesületbe. Hogy Lucának meddig kell még otthon edzenie, egyelőre nem lehet tudni, de az biztos, hogy idén a korábbi tervek szerint legalább 6 versenyen szeretne még részt venni az edzőjével.